Ünneplés helyett a járvány pedagógus áldozataira emlékeztek a szakszervezetek pedagógus napon. A PDS egy gyertyagyújtást is szervezett. A szervezet elnöke azt mondta a híradónak, hogy erre azért volt szükség, mert a kormány ezt nem teszi meg. A PS szerint annyira nincs megbecsülve a szakmájuk, hogy egyre kevesebben készülnek erre a pályára, és egyre többen hiányoznak a rendszerből. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint voltak elképzelések a helyzet megoldására, de úgy tűnik a kormány nem tudott még dönteni ezekről. Idén a pedagógus nap rendhagyó volt. A szokásos vidám ünneplés helyett a pedagógusok demokratikus szakszervezete egy megemlékezést szervezett. Azokra a kollégáikra emlékeztek így az ötvös szobornál, akik életüket vesztették a koronavírus járványban. Sokáig vártunk arra, hogy róluk megemlékezzen hivatalosan is valaki, de hát ez nem történt meg. És a miniszterelnök úr mai leveléből ítélve nem is terveznek ezzel foglalkozni. Orbán Viktor pedagógus nap alkalmából úgy fogalmazott, hogy az elmúlt másfél év arról is tanúbizonyságot tett, hogy a pedagógusok a jövő nemzedékének eredményes oktatása érdekében gyorsan és eredményesen alkalmazkodtak a változó körülményekhez. A levélben tájékoztatást adott arról is, hogy a munkakörülmények javítása érdekében a kormány folytatni fogja a megkezdett fejlesztéseket, és mindent elkövetnek, hogy a pedagógusok munkájának megbecsültsége tovább növekedjen. A pedagógusok szakszervezetének elnöke híradónak azt mondta, hogy a bérük például jelenleg nemigen tükrözi a megbecsülést. Olyannyira nem, hogy ezért egyre kevesebben készülnek erre a pályára, egyre többen hiányoznak a rendszerből. A diplomás átlagbérek 60%-áért dolgoznak a kollégáink, és az látható, hogy a fiatalok nem választják ezt a hivatást, olyan helyre mennek dolgozni, ahol kevesebb felelősséggel, kevesebb munkával, sokkal többet keresnek. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke azt mondta híradónknak, hogy a problémával tisztában van mindenki. Ő már látott olyan javaslatot, ami ezzel foglalkozik. Aggasztó az, hogy a következő években, amikor az az erőteljesebb nyugdíjazási hullám elkezdődik, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül minden diák, minden szülő. És szerintem a probléma tiszta a mindenki. Igazából voltak elképzelések, amelyekről úgy tűnik, hogy egyelőre még a kormány nem tudott dönteni. Szerettük volna megtudni az illetékes szaktárcától, hogy miért nem hozzák nyilvánosságra, hány pedagógus veszítette életét a járvány miatt, illetve hogy mit gondolnak a szakszervezetek járványkezeléssel kapcsolatos javaslatairól. Válaszukban azt írták, hogy a járvány áldozatainak összesítése nem foglalkozásonként történik, így erre vonatkozó adatokat nem kezelnek. Illetve, hogy a kormány nem alapozhatja a védekezési stratégiát egymásnak sokszor ellentmondó javaslatokra.